Mi érdemes fektetni vállalkozóként 2023-ban? És ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen lehet, hogy a vállalkozás nem megy elég jól, így ha visszaforgatom a pénzt, lehet, hogy jó befektetés, lehet, hogy nem. Lehet, hogy máshova szeretnék befektetni, vagy lehetséges, hogy nem fektetek be, akkor meg elolvad a pénz a magas infláció miatt. Szóval mi a helyes út? Azért is érdekes ez, mert nagyon sok magyar ügyfelem megkeres avval, hogy Ausztria ingatlan szeretne venni, és a befektetése kapcsolatban egészen fals elképzelési vannak időnként, illetve az Ausztriai ingatlanok ingatlan csatornámon sokszor kapok olyan hozzászólást, ami az én szemszögömből tekintve láthatóan tudatlanságból adódóan teljesen rossz irányba megy. Például az egyik ilyen volt legutóbb, hogy elmondta, hogy mi az, ami szerintem nem jó az Ausztriai ingatlanban, és sokkal jobb a magyar állampapír. Hát pont fordítva van a tudatlanság az oka. Úgyhogy ma erről egy keveset, és ez nem egy pénzügyi tanácsadás, hanem inkább elmondom a saját szemszögömet, és megnézzünk egy pár befektetési formát, amelyekkel érdemes elgondolkozni, hogy ne olvadjon el a pénzed. De ami a lényeges, hogy most készülünk szeptember 27-én arra a konferenciára, ahol egészen kiváló szakemberek lesznek, és ott akár el tud dönteni magad is, hogy mit teszel a pénz elolvadása ellen, hogyan, milyen módon fogod befektetni. Úgyhogy kezdjünk is bele. Az első, és talán nem is erre számítottak a legtöbben, az a vállalkozás. Tehát érdemes-e visszaforgatni a vállalkozásba, és ehhez a témához megnyertünk egy kiváló előadót, egy nemzetközileg is híres embert, aki nem a Neren nőtt nagyjá, hanem egy valódi nemzetközileg sikeres vállalkozást épített föl. Kürti Sándor lesz egyébként szeptember 27-én az első előadónk. És ő a vállalkozásról fog szólni, de egy picit megvilágítom, hogy az én szemszögemben, pláne Ausztriából vagy külföldről nézve, mi az, ami a vállalkozásokat nyomja vagy segíti, mi az, amit figyelembe kell venned, ha visszaforgatod, vagy akár új vállalkozást kezdesz. Egyrészt, amit nem értenek meg sokan, és gyakorlatilag semmilyen politikai irány, senki nem beszél róla, kamarátok kezdve senki ki, hogy ez a 27 százalék áfa, ez a nyomoradója. Ez egy katasztrófa az áfa a családokra, a vállalkozókra, a dolgozókra is. Megmondom miért. Azért, mert még mielőtt te egy terméket eladnál, és úgymond bejönne hozzád a bevételed, tehát az ügyfél kifizetett százat, hozzád már a 27 kal áfával kevesebb érkezik meg. Tehát ez egy és az ügyfél azt érzéke, hogy százat fizetett, tehát valójában ő a száz forint van a fejében, és a te bevételedből már 27 százalékot, nyilván alulról számolt, tehát fölülről ez kevesebb, de 27 százalékot már lenyúlt az állam. Ez egy hihetetlenül erős vállalkozás vissza, nem tudom, visszatartó, vagy, vagy vállalkozást elnyomó erő. Az ügyfél Árából ö, tekintve főleg. De a vállalkozónak nem csak teher ez, hiszen átmegy rajta úgymond, de végül is persze, hogy átméről hogy kevesebb pénze marad, a dolgozóknak is, hiszen van egy csomó termék, amire szolgáltatásra rájön az áfa, és ez neki is. Tehát valahol közénk szorulva ott az állam a világon a legmagasabb pénzt veszi le. Ez úgy érzem, hogy nem a legkedvezőbb Magyarországon vállalkozni. Amerikában azt hiszem 10% vagy az alatt van, nyugaton pedig 19 és 20-25% között van, de nagyjából például Ausztriában 20%. Tehát ez egy olyan dolog, amit figyelembe kell venni. Tudom, vannak álfamentes formák, ha bár ezt most jó részt kinyírták a kata és egyéb lehetőségekkel, de ez egy nagyon-nagyon lényeges tényező, hogy az áfa 27% ezt minél marabb meg kéne szüntetni, mert hogy ilyen magas legyen, de ezt tudnod kell, ha vállalkozásba visszaforgatsz, kvázi ennyi mindig, mint egy forgás veszteség el, elfogy. Akkor ami fontos, a hogy összönöm, tele van külön adókkal. Tehát most érdekes mondani, a vállalkozó klubunkban, a Mastermindunkban mondta az egyik kereskedő cég, hogy a anyag termékdíja az nála 10-9, a műanyagra és a papíratán 10 vagy fordítva, de nagyjából 9-10 szeresére nőtt. Ez azt jelenti, hogy van 16 millió forintot egy jobb autó árát, így vett ki az állam a zsebéből. Szóval ilyen különodok vannak, tehát ezért nem biztos, hogy ha vállalkozni akarsz, akkor a legjobb környezet az Magyarország lesz, érdemes elgondolkoznod. Lehet, hogy ha megkérdezné valaki, hogy van valamennyi pénze Magyarországon, lehet, hogy azt mondanám, hogy inkább fektes ingatlanba, úgy ennyi pénzed van máshol, mondjuk Amerikában vagy Ausztriában, lehet, hogy inkább fektes vállalkozásba. Tehát ez nagyon függ a helytől. Mindenesetre nagyon fontos, hogy például államileg szabályzott a vállalkozóknak borzasztóan drága az energia, szóval valahogy nem vállalkozó barát a környezet. És hát egyre többször belemész a nerbe, mint falba. Nem is pár napja történt, hogy az egyik ingatlan Budapesten, az alakaros ingatlanunknál, beszéltünk a, a 20 vagy 30 éve az ingatlanjainkat intéző biztosítási ügynökkel, egy egy nagyon klassz srácsal, akivel még együtt vitorláztam is, mert volt közös cégünk régebben, és neki mindig egy saját broker cége volt, mindig nagyon dolgozott a biztosítókkal, egy profi embert képzelje el. És most mondta, hogy hát be kellett menni egy másik cég alá. Szóval érted? Hát nem fogom elmagyarázni, biztos tudod. Nem volt más választása. És hát ami nagyon nagy gond a vállalkozásnál, hogy szegény a lakosság. Tehát szegény a lakosság a vállalkozókat ö, is szegényi tudja tenni, kevés a szabad pénz, amivel tudsz dolgozni. Tehát, hogyha ügyes és jó területet, tehát mondjuk, ahol hiány van, olyat találsz, az virágzik. Tehát, hogyha azt látod, hogy a vállalkozásodban a visszaforgatott pénz növeli annyival az értékét, vagy annyival a nyereséget, akkor érdemes, de csak azért, hogy életbe marad, az már elgondolkoztató, és ráadásul nagyon sok olyan vállalkozás lesz, én szerintem, vagy már van most a jelenben, amelyeknek kérdés is a jövője. Tehát, hogy vállalkozásban visszaforgatsz, ez egy nagy kérdés, és időről időre engem is megkeresnek vállalkozás ötletekkel, startup ötletekkel. Nem vagyok benne biztos, hogy abból valami lenne, sőt, ha lehetne fogadni, akkor volt, ahol ellene fogadnék inkább. Tehát a vállalkozás sokszor kérdőjeles, és uh, valaki azt mondja, persze, azt hiszem a kulcsár, a a, a főnöke szokott ilyen videókat föltenni, szoktam mondani, hogy hát uh, a, vállalkozó nem ingatlanba fektetem a vállalkozásába. Igen, hát akinek kalapás van a kezével az mindig szögnek néz, de, de nem feltétlenül gondolom, hogy ez minden törleten igaz. Tehát érdemes okos módon megválasztani, hogy milyen vállalkozásba mész, és van, ki kell szállni. Na jó, láttam például az autós cégemből, ki kellett szállnom, igaz, már 2000-ben láttam a trendet, tendenciákat, és úgy azt be is igazolta, hogy nem csak az én cégem, akit eladtam egyébként az utódomnak, hanem más cégeket is gyakorlatilag sorra zártak be, vagy mentek csődbe. Tehát most legyél észném, egy változás korát érjük, és vagy új vállalkozásba kezdeni lehet, hogy érdemes, de akkor több munkát, mint pénzt érdemes beletenni, nem a megtakarításod minden, minden mennyiségét. Úgyhogy a vállalkozások lesz szó, ez egy külön téma, ez is egy nagyon profi előadó lesz, hogy erre számíthatsz majd a konferencián szeptember 27-én és hát nagyon ciklikus, tehát építőipartól elkezdve nagyon sok területen ciklikus. Nemrég írt egy, egy ügyfelem, aki Ausztriába szeretne vállalkozást indítani, és gyakorlatilag el, elmondta röviden, épületgépészetben dolgoznak, hogy hát kimentek ö, ö, azt hiszem Németországba dolgozni, Stuttgart, vagy nem is tudom pontosan hova. Évekig dolgoztam, hogy 2016-ban a piaci helyzet visszahívta őket, és visszajöttek Magyarországra, és most újra a mennek ö, a jelszó, főleg Ausztriai irányába. Tehát nagyon erős a ciklikusság, és nyilván nagyon sokan elbaltázzák, mert amikor egy rövid ideig érdemes Magyarországra menni, akkor föladják a, a német vagy az osztrák stabil jövedelmüket, és utána most uh, bajban vannak, ahogy sokan bajban vannak. Tehát nagyon ciklikus, nagyon figyelj oda, nagyon vigyázz, hogy mi és meddig tart, meddig érdemes benne maradni. De a kérdésem az, és szeretném, ha ez egy interaktív videó lenne, hogy te mit gondolsz, szólj hozzám, szerinted, ha van valakinek, pénze, nyilván mindenkinek más jelent az, hogy van pénze, 1 millió, 10 millió, 100 millió, 1 milliárd, vagy az államkassa, ugye van olyan is. Te mit gondolsz, hogy szólj hozzá, hogy mibe érdemes fektetni, érdemes a vállalkozásba? Vagy van-e olyan vállalkozási terület, ami szerinted tartósan megéri a pénzt, nem feltétlenül hozza vissza az egész pénzt, nem erre gondolok, de mondjuk megéri jó jövedelmet, egy jó befektetésnek számít. Úgyhogy kíváncsiak a véleményedre, mit gondolsz a vállalkozásokról ma Magyarországon, vagy akár ha mondjuk Belgiumban élsz, vagy Luxemburgban, ott is lehet, ott is elmondod, hogy ott mit látsz. Sőt, az a leghasznosabb, hogyha a külföldön élő magyarok mondanák el, hogy ők a magyarhoz képest mennyire más piacot érzékelnek, mennyire Nagyok a különbségek, vagy akár a hasonlóságok. A következő befektetési terület az a részvény, és a részvény az, ami hát most eléggé rosszul sült el. Tehát nem sokan tudják, lehet, nem is foglalkoztak vele, de történt egy elég nagy baj Magyarországgal. Ugye Orbán Viktorék annyira kiúzták a gyufát az amerikaiaknál, hogy megszűnt az amerikai. Akkal kötött kettős adózási kedvezmény, adózás elleni szerződésünk. És ez nem tűnik a nagy bajnak, de elég nagy baj, csináltam erről korábban egyébként egy videót. Így az adózás az dupla adózást fog jelenteni, tehát Amerikában is adózol a részvényeid után, ha nem magyar részvényt veszel, vagy ha magyar részvényt veszel, akkor nem, és Magyarországon is. Tehát ez itt kicsit szerencsétlenítette a dolgot, sőt, nagyon is. Úgyhogy ezzel azon mondom, kibúvó az lehet, hogyha mondjuk Ausztriába, vagy Németország Szlovákiába költözöl át a cégeddel együtt, és onnan boldogan tőzsdéshetsz kettős adózás nélkül. De ami nagyon fontos elkülönteni, hogy mi az, ami irányba akarsz menni a tőzsdénél, azt gondolom, hogy a legtöbben, akik tényleg sok pénzt tudnak keresni vele, azok külföldi tőzsdéket választanak, főleg amerikai vagy frankfurti tőzsdét. De ami fontos, hogy a magyar tőzsdén is van olyan barátom, aki folyamatosan befektet, de viszont ő állandóan, tehát több száz milliót bent tart részvényekbe, OTP s egyebekbe, nem nagyon kereskedik, úgymond vele, egy folyamatosan növekvő vagyon, megelégszik vele, megelégszik a biztonsággal, nem nagyon érdekli, hogy a forint értéke csökken, és így tovább. Aztán vannak az osztalék részvények, amik nagyon érdekesek, magyarul hasonlóan, mint az ingatlan, menet közben is hoznak jövedelmet, tehát van egy, van egy, jövedelmük, egy, egy állandó bevétel, ugyanakkor egy értéknövekedés is, tehát hozam és értéknövekedés egy időben, ráadásul ügyesen csinált kamatos kamattal tudod visszaforgatni a hozamot, ez egy nagyon lukratív dolog, az a baj ebben mind a részvényekkel, de főleg az osztalék részvényekkel, hogy az emberek barmira türelmetlenek, és nem veszik figyelembe az idő főleg exponenciás hatását. Szerintem ez egy nagyon jó irány, hogyha jó vállalkozó vagy jó jövedelmed van, és a vállalkozásoddal foglalkozol, és nem spekulálni akarsz, de erről is lesz szó a konferencián. És hát ami fontos, hogy ebben az esetben nem te dolgozol a pénzért, hanem az idő dolgozik neked, és a pénzed dolgozik neked. Én azt gondolom, hogy ezen még akár a kettős adózás, vagy akár az hogy kiköltözöl Ausztriába, vagy Szlovákiába, vagy Horvátországba egy hajóra, ahol most én is a saját hajómon vagyok, és hivatalosan nem leszel magyar adózó, akkor akkor elkerül ez a probléma. De azt gondolom, hogy a részvény az mindenképpen előbb-utóbb a vállalkozó portfóliónak része kell, hogy legyen, és a növekedési részvények, ami ugye az értéknövekedésről szól, azok még kiegészítik a portfóliót. Nyilván itt most a tech részvények nagyon izgalmasak és érdekesek, és hatalmas hullámostot csinálnak, tehát észnék kell lenni vele. Erről majd bővebben a konferencián. De te mit gondolsz? Érdemes magyarként még az amerikai tőzsdén egyáltalán részvényekkel kereskedni? Érdemes befektetni? Vagy annyira megnőtt a probléma a kettős adózás miatt, hogy nem éri meg? Vagy még így se olyan sok az adó, ezért megéri hosszú távon, tehát nem daytrade meg nem rövid távon, hanem hosszú távon? kíváncsiak a véleményedre, és megláthatod, hogy mit mond erre az előadó majd a konferencián. Aztán a következő, és hát ez a saját házi témám úgy az ingatlanba fektetés. Én bevallom őszintén a leges-leges-leges legtöbb pénz, de tényleg nagyságrendekkel többet, mint a munkából, az ingatlanból kerestem. Tehát uh, itt is nagyon nagy különbség van, és Írdatlan különbség, hogy Magyarországon vagy máshol mondjuk Ausztriába fektett szingatlanba. És hát amit látok a hozzászólásokból, például egy ember elmondta, hogy mennyire rossz befektetés egy 3% körüli hozam, 3,2% volt pontosan egy ausztriai ingatlanra, hát kiderül azért, hogyha az éves értéknövekedést összeveszem a hozammal, és az, hogy nem romlik a forint, az az euróban több mint 10% hozamot jelentett az elmúlt 20-25 év átlagában a magyar forinthoz képest meg ennek a dupláját, majdnem hiszen felére esett a forint értéke. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon érdemes elgondolkozni az ingatlanon, de nem mindegy, hogy hol. Mondok egy egyszerű példát, és fogod látni egyből a piac méretét és dinamikáját. Ausztriában 45% a lakosoknak, tehát közel a fele bérleményben él ezért egy hatalmas a bérleti piac. Három év minimum az a törvény által előírt bérleti szerződés időtartama, és általában egész 6-8-10 uh, évig, vagy 20 évig, vagy egész életükben élnek egy ingatlanba. De átlagosan egy 10 év alatt egy ingatlant a bérbe akkor egy max. két bérlőd lesz. Magyarországon ez általában 10 év alatt nagyjából 5-6 bérlőd van, azt mondják, de mondjuk, hogy majdnem évente cserélődik, és hát nyilván az üresen állás is ennek megfelelően 5-6 szorosa lehet, mint Ausztriában. De ez vet hozzá azt is, hogy egy nagyon kicsi piacról van szó, és ezért is nem is stabil, mert 95-96 -a, a Magyarországon élőknek saját tulajdonban lakik, mondjuk jó, a bankéde az ő nevére van írva, és a maradék az, aki legtöbbször csak átmenetileg bérleményben él, és az Airbnb-t most ne vegyük ide, mert az ilyen hol lent, és fent és, és a munkát is bele kell számolni. Tehát a lényeg az, hogy nagyon, nagyon nagy különbség van az ausztriai piac, ahol mondom, tízszer nagyobb a piac, és tízszer stabilabb a piac, mint mondjuk Magyarországon. Például Ausztriában átírjuk a bérlő nevére a, a mérőórákat Magyarországon esse. Tehát egy csomó-csomó-csomó-csomó különbség van. Összességében jóval nagyobb a hozama az ingatlannak, de hát erre mondta egy ügyfél, hogy hát csak 3 százalék ő szerinte, meg, meg mindenféle számolt, még ami nem volt teljesen helyes, és hát hogy mennyit hoz egy állampapír, hát mennyit hoz. A legutolsó szuperállamkötvény, az amennyire tudom, az infláció bőven megette, úgyhogy mínuszos volt, nem biztos, hogy ölt ötlet. Jó, ami fontos az ingatlannál nyilván a hely, nem csak, hogy melyik ország, az, hogy belül melyik régió, ugye Buda, vagy Ausztriában három fő ilyen régió van, Budapesten egy pár, kettő, három ilyen van, úgyhogy ez is nagyon fontos, de erről már lesz a konferencián, sőt, előre mondok egy dolgot, hogy egy 250 ezer forint értékű ingatlan befektetési tananyag csomagot kapsz, ez egy fél éves tananyagnak a komplett videó felvételét megkapott bónuszként, teljesen ingyen ajándékba, hogyha most ezen a konferencián részt vesz, szóval mindjárt mutatom, hogy melyik csomag esetén. Tehát a hely a legfontosabb, nyilván optimális vállalkozók számára, mert nem kell vele foglalkozni, az ingatlan ezért jó, hogy megtermel a pénzt, ott meggyűjtöm, és nő az értéke, és nem kell vele aktívan foglalkoznom. De a kérdésem az, hogy te mit gondolsz? Érdemes ma ingatlanba fektetni, plán a mai helyzetben, ahol hát mindenki más mond persze, hogy esti fognak, nem fognak, megállt, nem állt, újraindult, mindenfélét mondanak. A szakértők Magyarországon legalábbis, Ausztriában úgy érzem, hogy nem állt meg, esti meg nem estek igazából az árak, de mi a te véleményed? El lennék kíváncsi, hogy mit gondolsz? Érdemes fektetni ingatlanba, milyen ingatlanba, hol érdemes, vagy inkább jobb a tőzsde és jobb a saját vállalkozás. Aztán ne hanyagoljuk el a mezőgazdasági és erdő befektetéseket, tehát termőföld. Én ehhez nem nagyon értek, ez bevallom, de azt viszont tudom, hogy ez EU pénzektől függ, mármint hogy mennyire éri meg, vagy megéri -e, hiszen maga a termelés, ami persze haba tortán, de nem feltétlenül jó ilyen dömping árak mellett, tehát kérdéses, de nem nagyon értek hozzá, ezért a konferenciára egy szakértőt hívtunk, Dombovári Dénest, aki a, az igazi földbirtokos, és ő az, aki egy, egy ilyen földbirtokos befektetési klubot hozott létre, nagyon profi tudással, gyakorlati, tényleg egy földbirtokos, egyébként nagy földbirtokai vannak, és ez nagyon ért ennek a szakembere, ő lesz ott, és hát azt látom, hogy nem csak tőle a mást is halva, de főleg másoktól halva, hogy hát azért könnyen lehet, hogy a szomszédod a ner lesz, és, és hát rálép a lábadra. Mm ezért, mivel egyre kisebb az országban még szabad terület, veszélyesnek tartom. Én egy kicsit, nem mindenki gondolja így, de én egy kicsit veszélyesnek tartom az erdőt és a föld befektetést. Nagyon könnyen hoznak törvényeket, most limitáltak az árakat, tehát um, itt a NER, NER, egy komoly probléma lehet. És hát véges erőforrás, ugye, tehát azért van értéke, mert nyilván abból nem lehet többet termelni, még ingatlant lehet építeni, Kínába tudnak egy termékből gyártani, meg, meg, aranyat bányászni, de ez egy, a termőföld egy véges erőforrás, és egyre értékesebb szerintem. És hát nyilván fontos, hogy ilyenbe fogsz, akkor érteni kell hozzá. Gyere el, Dombovári Dénes meg fogja mutatni, hogy hogyan, milyen módon érdemes befektetni földbe, erdőbe, ő lesz szeptember 27-én az délutáni egyik előadó. De te mit gondolsz? Te azt gondolod, hogy egy átlag vállalkozónak szabad, szabad belevágni mezőgazdasági vagy, vagy erdőbefektetésbe? Tehát érdemes ebben foglalkozni, mondjuk úgy, hogy spekulálni, hiszen az EU-s pénzeket elég, ha megkapom, ma utána bérbe adom. Tehát van értelme szerinted? Vagy akár arra spekulálni, hogy, hogy átsorolják esetleg, vagy éppen odaépül teljesen véletlenül, és jó drágán megveszik mondjuk egy akkumulátorgyár? Nem tudom. Kíváncsiak, mit gondolsz? érdemes a, a földbe fektetni, milyen jövő várható? A múlt eredményeit persze figyelembe lehet venni, de az nem jelent semmit a jövőre, én azt gondolom. Főleg, amiután limitálták azt hiszem a hektáronkénti árat, valami ilyesmit hallottam. De írd le pontosan, hogy, hogy mi is történt. És hát, ami a leginkább érdekes és kétséges, ugye maguk a, a pénzek. Tehát, hol tartod a pénzedet, mit tartunk biztonságosnak. Egyrészt gyakori kérdés, és egyik barátom, Mészáros Péter a pénzügyi csatornán szokta mondani, hogy hát a dollárnak, Lassan vég, meg sokan mondják Magyarországon is, illetve maga a, a, a pénz, tehát a fiat pénzeknek hamarosan vége lehet. Én nem szoktam ebben egyetérteni, mi szoktuk mindig vitatkozni egymással, nyilván disztingvált módon, de a lényeg az, hogy én nem teljesen értek ezzel egyet. Én azt gondolom, hogy ez az állandó emlegetett BRICS országot, tehát a Brazília, a, a, India, Russia, tehát az R az, a, az Oroszország, és, és Kína, ezek, ezek, ezek a BRICS országok, vagy BRIC, nem is tudom, hogy ezzel kell írni, vagy nem, bocs, javíts ki, hogyha nem jól írtam, a BRICS országok gyakorlatilag most ugye összültek, hogy volt egy konferencia, hogy létrehozzák ezt az aranyfedezetű pénzt, de India úgy tűnik, hogy nem kihátrált, de még ilyen, azt mondta most még nem ha jól értettem. És nagyon érdekes, hogyha belegondolsz, hogy, hogy ez Magyarországon mennyire nyomott propaganda, a propagandagépet meg a sajtó által, mert az, az kérdéses, hogyha India USA nyomásra úgymond meghátrált, vagy jelenleg legalábbis parkópályára tette ezt a dolgot, akkor mi fog történni a többi, többiekkel. De az a logikailag szerintem a hiba ebben a, ebben a BRICS dologban, amiben nagyon hisznek a magyar ilyen propagandisták, meg, meg elemzők, meg nem tudom, mindenféle sehonnan jött közgazdásznők és egyebek, hogy hát, hogy itt, itt a BRICS ország és átveszik a, és egy új pénz, és az átvesz is a dollárnak annyi az EU, meg aztán végképp. Egy, gondolkozzatok el azon, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a pénz az attól függ, hogy mennyire bíznak a mögötte levő államban, mennyire bíznak abban a pénzben, és mondodná már végig egy picit, hogy hogy, hogy józan észre, hogy szerinted kibízna négy-öt egymással egyébként ellenséges, Tehát India és Kína sose voltak igazán barátok, sőt, sok területen konkurenciák, sőt, inkább ellenségek. Vagy Oroszország. Oké, okay, hogy most egy oldalra kerültek a fociban, a másik oldalra, ugye a másik térfélre, mint mondjuk Amerika, meg Nyugat, de ettől még barátok nem lettek. Tehát ugye, egy pályán fociznak, egy csapatban, hogy nem lesznek barátok az emberek sokszor. És hát mindegyik gyakorlatilag ilyen diktátor hajlamú. Mi jó mindenki ezt sok mondhatott, hogy nem azok, de azok Brazília elnöke is akkor India elnöke is, aki egy, egy jó téteményű öm, öreg bölcsnek adja ki magát, aki a népből jött, és onnan jött tényleg, de hihetetlenül akaratos, diktatórikus jellemvonásai vannak, és hát Oroszország az egy paprika Jancsi ebben az egész társaságban, mert Oroszországnak akkora a gazdasági ereje, mint mondjuk Spanyolországnak, ami még az EU-ban sem a legerősebb, legélesebb kés. Tehát gondolod, hogy, hogy Lesznek, embe, lesznek cégek, országok, akik azt mondják, hogy inkább ebbe a pénzbe bízok, mint a dollárba. Tehát ez tényleg el tud, el tud képzelni. A pénz egyik legfontosabb háttere, én megítésem szerint a stabilitás, nem az arany, a demokratikus beállítottság, együttműködés. Tehát Putin a kínai elnök persze együtt mosolyognak a foton, de valójában lehet, hogy elvágnak egymás torkát, mert valójában Kínának nagyon kéne vissza, ott az északi részeken, ott az a um, távol-keleti része Oroszországnak, amit egyébként az oroszok nem is nagyon használnak. India nagyon szúrja a szemét a kínaiaknak oda-vissza, tehát ezek, ezek nem lesznek úgy szövetségesek, mint Európa meg, meg Amerika. Ezt nem gondolod um, komolyan. Én azt gondolom, hogy ebben nem nagyon bíznék én. Ez én véleményem. Te mondd el, hogy mit te. te Mit gondolsz? És hát a kérdésem az, hogy te tartanád mondjuk kínai ö, pénzben, vagy orosz pénzben a megtakarításodat, kínai, mint egy kommunista állam, akár mesterségesen is manipulálni tud, tehát tartanád ilyen pénzben a megtakarításodat, vagy, vagy, vagy egy új harmadik, ugye a dollár is az, az, euró után a harmadik, talán idővel a legerősebb devizának tekinthető harmadik pénzben? Én biztos, hogy nem. És hát én itt volt a hajamon egy barátunknak a fia, aki brazil felesége rendelkezik, és minden évben egy hónapot töltenek Brazíliában, és így kérdeztem, hogy egyébként a braziloknak, ahogy itt mond, sugalják Magyarországon, mennyire barátok például az oroszokkal, vagy mennyire az oroszok felé kacsingatnak? Azt mondja, azt se tudják az se érdekli őket, hogy Oroszország létezik. Ők nekik, például a braziloknak, egy az egybe az USA. Az USA a példakép, az USA felé akarnak menni, az USA terméket akarnak, az USA-val akarnak kereskedni, az USA, az USA, az USA. India szerintem ugyanúgy. Kína lehet, hogy ő maga át akarja venni az USA szerepét, de szerintem egy kommunista állam nem lesz képes, amellett, hogyha egy kicsit belenézel, akkor az építőipartól elkezdve a gazdaság legtöbb részén a bankrendszerben hatalmas problémák vannak Kínában, nem működik egy csomó minden, agyon vannak hitelezve, recseg, ropog az egész növekedés, vagy már meg is állt. Úgyhogy a szabad gondolkodású világban, amit ugye Orbán nem támogat, mert, mert ez liberális, ott tud a pénz és az erő létrejönni. Az én megítésem szerint, az én véleményem, nem kell egyetértened, mondd el egyébként, hogy te mit gondolsz, az én megítésem szerint ott tud az innováció, a gazdasági fejlődés létrejönni, ahol ennek szabad útja van, és nem egy kommunista párt, vagy nem egy putyinféle ember állja az útját. És ezért tud fejlődni, és ott tud kialakulni egy stabil gazdaság. Úgyhogy én nem hiszek abba, hogy a kínaiak itt át fogják venni a világuralmát, legyen az gazdasági, politikai, vagy pedig pénzügyi, vagy, vagy, vagy katonai szinten. Én ezt nem hiszem, és ahogy én utána olvasgattam, meg hallottam most az oroszok buktája után, mármint úgy értem, ha nem rohanták le egy hét alatt, akkor és másfél éve háborúznak Ukrajnába, amit azt mondta mindenki, hogy egy hét alatt megeszik. Ha kiderült, hogy mekkora bukta a szervezése, a motiváció a hozzáállása, a technikai és a stratégiai állása az oroszoknak, és most elkezdtek a kínaiak is nagyon gondolkozni, hogy ők egy -az egyben orosz modellel működnek, még sokszor eszközökkel is kompatibilisak hogy mennyire lehet, akár, mennyire lehet akár egy valódi védekező és valóban harcias és elszánt hadsereg ellen erős az ő hadseregük. Tudom, ez vita Magyarországon. Azt pedig, azt pedig végképp nem értem, hogy miért drukkolnak a, 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 propagandisták, meg a média, a magyar média jó része a, a, a BRICS államoknak, a akkor a, 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 a dollár gyengülésének, az Európa ö, leszálló ágba, ö, küldésének, én nem tudom megmondani, tehát hiszen nem is értem, hogy milyen, milyen kölyke egy családnak az, aki a család tönkremenet éleire láthatóan drukkol. Jó, hát ha ilyen spötle, meg nem tudom milyen emberekre hallgatsz, akkor persze az a te bajod, ö, vagy az izraeli szakértő, hadügyi szakértő, és így tovább. Hát kérdés, hogy te miben hiszel, de gondold végig józan ésszel. A brazil példát mondtam, de magad zsebébe is belenézhetsz, hogy bíznál-e mondjuk egy kínai pénzbe, amit össze-vissza manipulálhatnak nem vagyok benne biztos. Amerikai pénzt lehet, hogy nincs meg a fedezete, lehet, hogy el van adósodva, lehet, minden lehet. De attól függetlenül a dollár szerintem nincs veszélyben, legalábbis egy kommunista állam pénze, vagy egy ilyen diktátorok által összeállt aranyfedezetű valamitől nincs veszélybe egyáltalán. Úgyhogy most itt az idő, kérlek szólj hozzá, nagyon kíváncsi, hogy mit gondolsz, mit szólsz hozzá, illetve ha szeretnéd ezt a dolgot érteni, akkor lesz erről szó a konferencián is. És hát itt van persze az euró, hogy a, mi lesz az euróval. Én azt gondolom, hogy a világ második legerősebb valutája talán az euró, és elég is stabil a dollárhoz képest. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon erős gazdaság mögötte, még ha az autóipar lefelé szálló ágban is van, ebben egyetértek, majd kiderül persze, hogy, hogy, így is történik, de gyakorlatilag a legstabilabb a dollár után, úgyhogy ha euróba tartom a pénzed, én nem félnék tőle, annyira nem, hogy én is euróba tartom a pénzem, nem keveset, nagyobb tartalékot. És hát ami a stabilitást adja az euró és a dollár mögött az a demokratikus. Tudom, Orbán szerint nem demokratikus, de azért én azt gondolom, hogy ahhoz képest, amit mások annak mondanak, ahhoz képest nagyon is demokratikus, a korrupcióval, a lobbival is minden együtt, mégis egy a demokratikus jó rész konszenzuson is, nem egy diktátor saját céljain alapszik az egész pénzügyi rendszer és gazdasági rendszer. Úgyhogy szerintem itt az euró egy stabil, meg látni, mit hoz a jövő. De írd meg, hogy mit gondolsz róla. És végül eljutunk az aranyhoz, és más nemesfémekhez. Ez egy nagyon érdekes terület. Az arany szerintem most, és ezt nem csak én mondom, egyik volt magyar, eh, azt hiszem, Nemzeti Bank elnöke, is elmondta, hogy az arany egy rossz befektetés, pláne ha most aranyat vesz. Ugye a Nemzeti Bank nyilván ez az arany, meg ugye az oroszok veszik az aranyat, meg egyebek. Ez szerintem egy nagyon téves irány. Ebből egyetértek, ebben a volt ö, Nemzeti Bank elnökkel, nem tudom melyik volt a Simor, vagy nem tudom melyik mondta. De nagyon igaza van, azt gondolom az arany egy biztonsági tartalék, olyan szinten biztonsági tartalék, hogy egy, egy pár százalékát, ha a pénz tényleg tönkre menne, vagy átmenetileg nem működne, akkor, akkor, akkor kisebb fizetőeszközén tud használni. Az ezüsttel az a baj, hogy áfa van, és hogy kezdtem a mai videót, az egyik átka Magyarországnak az az Orbánik 27%-os áfája, ezt sújtja az ezüstöt is, tehát itt csak nagyon ilyen, na majd erről lesz, hogy hogyan, de nagyon nehéz ezüsthöz jutni magyarként Magyarországon 27% áfa nélkül és hát mind az aranynak, mind pedig az elisnek van komoly költsége, tárolás, legyen a szép, vagy bármi módon. Ha valódiról van szó, ha pedig ilyen papír, gold, vagy papír aranyat veszel, mármint papíron, akkor kérdéses, hogy van-e mögötte bármi fedezet. Ahogy én hallom, sokszorosa a papíron lévő arany a valódi fizikai aranynak, úgyhogy valakinek a végén ugye, mint a gyerekjátékba nem jut szék, sőt, sokaknak nem fog szék jutni, amire le tudnának ülni, vagy nincs mögötte semmi. És hát az aranyjal kapcsolatban sokszor korlátozták a történelemben. Lehet, hogy ez megtörténik, Magyarországon erre különösen hajlama van a korlátozásokra, de, de korlátozhatják. Itt előfordulhat. És Luffy lehet mögötte, magyarul egységes, hogy mondjuk fölfújják, mint például a gyémántnál, ami, ami ugye egy időben volt, egy befektetések, és a végén az egy egész egy manipuláció, és mondhatni csalás. Úgyhogy a kérdés az, hogy te mit gondolsz. És ezen rövid nem az volt a célom, hogy megint, mielőtt valaki ezt írná, hogy bántsa Magyarországot, bántani, igenis, bántani, és ostorozni tudom, és akarom Orbán Viktor, aki az egész nyomort okozza Magyarországba, akinek ez, ez kellemetlen. De ettől függetlenül nem Magyarországot bántom, Magyarországért aggódom, és azért is ezeket a videókat, és ezt jól tisztázzuk. És hogy mi fog történni, szeptember 27-én lesz az Exponenciás Vállalkozói Befektetői Konferencia, a Lurdi Konferencia Központban. Tapasztalt előadók lesznek, mint Kürti Sándor, én magam is, főleg ingatlan, Ausztri ingatlan témában, Dombovári Dénes, Kulimár Miklós aranykereskedő, gyakorlati, valódi aranykereskedő, nagyon nagyban csinálja, nem annyira ismert, úgyhogy nagyon örülök, hogy elvállalta. Domári Dénes a, a, pénzügyi területen a földek és az erdők és a mezőgazdaság befektetési szakértője, dr. Pető Bence az Exponences projektben a társam, aki egyébként könyvíróás szakértő, ő lesz a házigazdája az egész rendezvénynek, és lesz még, az még titok, lesz még egy előadónk, aki kimondta a tőzsdéről, akár az opciókról fog beszélni, de ez még titok. Úgyhogy amit meg tudsz tenni most, és ezt berakom a videó alá a linket, hogy most tudsz jelentkezni már az exponenciális befektetési konferenciára, háromféle csomag van, az egyik a dupla csomag, amely dupla csomag, tehát dupla árat kell fizetned, úgymond, vagy hát másfélszeresét, de hárman jöttek, tehát duplán kapod a pénzhez képest, úgyhogy kapsz hozzá egy viarjelzés hangos könyvet, és a konferencián tudtok részt venni hárman ez az ez egyik alapvető csomag, és az extenszes vállalkozói klubnak van írva, de valójában ez el van írva, ez csak a sima egyszemélyes csomag, ami egy fő konferencia részvételt jelent, egy viharjelzés hangos könyvet jelent, és a konferencia felvételét jelenti, ha szeretnéd látni, hogy hova tedd a pénzed, mielőtt elszúrod. Azt tudnod kell, hogy a amikor én konzultálok ügyfelek, mondjuk Ausztria területén, nagyon sokszor, hogy először jönnek egy ötlettel, egy gondolattal, hogy mit akarnak, hol és milyen ingatlan, és végén más lesz belőle. Nem azért, mert én rábeszélem, hanem azért, mert egy csomó olyan kérdéssel rávilágítok, és megmutatom nekik, hogy effektív a tudás hiányba rossz irányba indultak el. Ez a konferencia segített abban, hogy visszatereljen a jó irányba. És van a harmadik, a középső, ami messze a legnagyobb a legjobb értékarányú csomag, ez pedig a vállalkozói klub, amiben ha belépsz, akkor egy évig minden ilyen konferencián rét tudsz venni, tehát négy ilyen konferencián. Tehát itt, uh, itt egy fő tud részt venni, ez is itt hibás, még nem, nem lett meg a végleges oldal, ezért elnézést kérek, tehát egy fő tud részt venni, kap viharjelzés, hangos könyvet, konferencia felvételét, éves konferencia tagságot tehát magyarul uh, egy egy éves uh, Club tagságot magyarul, napodta kapsz uh, inspiráló kis mini semináriumokat amivel egy kal fejlesztett a vállalkodásodat, tonnányi tananyagot és egyéb dolgokat, 99 forint plusz áfa értékben, ennyi az éves tagság, akkor kapsz négy darab belépőt, ez első a befektetési, és összesen négy konferenciára, és kapsz egy 250 forint értékű teljes tananyagot, ami a teljes befektetési tananyag, a fél éves tananyag, amit uh, amit én videóformában fogok átadni neked, ennek a valódi ára tényleg 250 ezer forint, a fél éves uh, ingatlanbefektetési tagság ennyibe került. Most már nem csinálom, én már csak online forgalmazom, de egy hatalmas érték, ami sehol máshol nem található meg, teljesen speciális dolgokat kapsz bele, kapsz bele olyan, olyan információkat, hogy hogyan tudsz kalkulálni az ingatlan, hogyan tudsz jól kalkulálni, és így tovább. Szóval választani tudsz, én azt gondolom, hogy érdemes gondolkodni a, pénzedről. Egy, a legalapvetőbb egy 19 ezer forint gyakorlatilag egy, nem is tudom, hogy féltak benzin talán, de ebben gyakorlatilag a pénzedet jó irányba tudott terelni a befektetésedet, és nem is régen találkoztam egy úriemberrel, aki gyakorlatilag az egész befektetésüket akarta egy olyan ingatlanba beletenni, ami rossz döntés lett volna, és beleragadtak volna. Tehát egy biztosítás a saját hibád ellen azt jelenti a konferencia. Ez a konferencián nem bankára fognak részt venni, nem elméleti ilyen brókerek, akik a te pénzeddel játszanak, és így tovább, hanem gyakorlati, a saját területeken gyakorlatban tényleg avval foglalkozó emberek, tehát szakemberek és gyakorlati tudás lesz. Ez nem egy ilyen átos pénzügyi konferencia, nem tudom, X-Bank osztályvezetője, meg nem tudom, valami broker brókere jön, aki már háromszor csődbe ment személyesen, tehát nem ilyenek lesznek, hanem valóban szakértők. Valóban profi emberek. Úgyhogy várunk szeretettel, és ami a legfontosabb, hogy kérjek, szól, szólj hozzá, mit gondolsz, szerinted ma egy vállalkozónak, aki Magyarországon vállalkozó, mibe érdemes fektetni az itt felsorolt dolgok közül? Várom a válaszod, találkozunk a konferencián. Sok sikert, ciao!